Én Brezói Gábor vagyok, a központban a szimuláció témakörben fogok előadást. Az első és az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy miért is van szükségünk szimulációra. Hoztam egy példát, ami egy valós statikus tesztnek az eredménye volt. Kaptunk felhatalmazást arra, hogy ezt a képet megosszuk. Ennek ellenére most nem szeretnék cégnevet itt említeni. Ez egy nullszériás termék, első fizikai tesztje volt, és hát elég tragikus a kimenetele ennek a tesztnek a fejlesztésre nézve. Ennek az a következménye, hogy jelentős többletköltség adódik a fejlesztésre, el is húzódik időben ez a fejlesztés, mert vissza kell menni egy korábbi fejlesztési fázisba, és ott kell javítani a dizájnon. Viszont azzal, hogy visszamegyünk időben, mégsem tudunk mindent újra tervezni, mert már sok követelményt fixáltunk a vevőinkkel és a beszállítóinkkal, ezért a módosítási lehetőségek azok korlátozottak. Biztosan sokan ismerik ezt az ábrát. Ez az ábra arról szól, hogy a különböző termékhibák az előfordulásuk szerint milyen költséggel javíthatóak. A piros grafikon jelzi azt, hogy milyen valószínűséggel jelenik meg hiba az egyes termékciklusokban, és látható, hogy a fejlesztés során van a legnagyobb valószínűsége annak, hogy egy hiba kerül a termékbe, míg a legnagyobb költsége a hiba javításnak az a felhasználás során fordul elő. Tehát mi legfőképpen azt szeretnénk elérni, hogy a vevőnél már ne legyen hiba, mert ennek a javítási költsége rendkívül magas. Ezért minden hibát, amit csak lehet, azt a fejlesztés során meg kell találni, fel kell deríteni és el kell kerülni. Ha a fejlesztési folyamatot nézzük, akkor jellemzően mindig van egy koncepciófázis, amit követ egy részlettervezés, majd pedig egy végleges dizájn az, ami a tervezőasztalról lekerül, és jellemzően ezt a végleges dizájnt szokták egy szilárdsági számítással, egy végellenőrzéssel validálni. Ezzel az a probléma, hogyha nem felel meg, akkor vissza kell menni a részlettervezés fázisba. Ha megnézzük az első példánkat, ezt a törésképet, akkor látható, hogy egy utólagos szimulációval meg lehetett azt mutatni, hogy valóban azon a helyen, ahol a törés történt, ott van egy feszültséggyűjtőhely, tehát hogyha ebben az esetben már a végleges dizájn egy végellenőrzést elvégeztek volna, akkor meg lehetett volna előzni azt, hogy le kelljen gyártani a prototípust, és valós teszten, egy költséges valós teszten derüljön ki ez a hiba. Jön a kérdés, hogy vajon miért nem az elején kapcsolódik be a szimuláció a fejlesztési folyamatba? Ugyanis, hogyha az előző fejlesztési folyamattal szemben azt alkalmazzuk, hogy a koncepciókat már rögtön analízisnek vetjük alá, a megfelelő eredményű koncepcióval megyünk tovább a részlettervezésre, ott is analízissel kiszűrjük a hibákat, majd amikor már véglegesítettük a dizájnt, akkor elegendő lehet egyetlen egy végellenőrzés, és így biztosan el tudjuk kerülni azt, hogy a prototípus teszten vagy a valós teszten megbukjon az alkatrészünk. Ennek a fejlesztési folyamatnak egy további előnye, hogy itt nincsen visszaút részlettervezésre a végleges dizájnból, mivel azokat a hibákat, alapvető hibákat, amik visszavezetnének bennünket egy korábbi fázisra, már a korábbi analízisekkel kiszűrtük. Biztosan jó párukban felvett kérdéseket ez a fejlesztési folyamat, főleg az analízis vonatkozása, ugyanis egy analízishez speciális szakértelem szükséges, tehát egy véges elemes szakértő szükséges ahhoz, hogy a végellenőrzéseket elvégezzük,
Ezt jellemzően több éves tapasztalat nélkül nem lehet megoldani, és mivel nagy számú analízisre van szükség, ezért a szimuláció az növeli a fejlesztési költségét. Tehát ilyen nagyszámú analízishez hagyományos esetben több, akár több szimulációs mérnökre is szükség lenne. De miért kellene nekünk minden egyes analízishez szimulációs mérnököt hívni, miközben erre van más módszer, ami sokkal költséghatékonyabb? Mik a kihívások az analízisben? Az egyik kihívás, amivel a tervezőmérnökök szembenéznek, az az, hogy ők a munkájuk nagyobb részében, 70-80%-ban nem a szilárdsági számításokkal foglalkoznak, hanem az egyéb követelményeknek való megfelelőségért felelnek. Nagyon gyors visszajelzést igényelnek arról, hogyha egy bizonyos változtatást eszközölnek a dizájnon, akkor annak milyen hatása van a szilárdsági tulajdonságokra. Mindenképpen garantálni kell tudnunk azt, hogy ami a végesemes analízisből jön eredmény, az megfelelő pontosságú, hiszen mérnöki döntéseket kell hoznunk ezek alapján, az eredmények alapján. Valamint aki nincsen napi szinten benne ebben a gyakorlatban, az nehezen tudja úgy ledokumentálni az eredményeket, kétdimenziós képek formájában, prezentáció formájában, hogy az minden a fejlesztési csapatban dolgozó mérnök számára ugyanazt a konklúziót eredményezze, mint amit ő is megállapított. Tehát nagyon fontos, hogy jól tudjuk ledokumentálni a ilyen analízisek eredményeit, ezáltal tudjuk a csapat hatékonyságát növelni. Erre egy olyan megoldást kínálunk, ami a szimulációt a fejlesztési csapat tagjai között elérhetővé teszi. Tehát nem kell speciális szakértelem ahhoz, hogy valaki el tudja végezni az ő konstrukciójához köthető analízist. Nem kell folyamatosan a szimulációs mérnökök segítsége, hogy eredményt kapjunk, és garantálni tudjuk egy következőben bemutatandó folyamattal, hogy megfelelő pontossággal és jól lehet dokumentálni ezeket az eredményeket. A webinár sorozatunk első részében I.S. Donát egy hajtómű példát mutatott be, és ennek a hajtómű példának a tovább vitelével fogjuk most bemutatni azt, hogy hogyan lehet hatékonyan a fejlesztői csapatban alkalmazni a szimulációt, hogyan lehet elérni azt, hogy bármelyik kolléga el tudja végezni a szükséges analíziseket. Ennek első lépése az, hogy bemutatjuk azt, hogy hogyan lehet az együttműködést támogatni. Utána egy szimulációs mérnök elvégzi azt az alapszimulációt, ami az egésznek az alapja lesz, majd pedig egy tervezőmérnök a módosításokat eszközli, utána pedig ezeket a módosításokat saját maga validálja. Amikor egy ilyen módosítás történik, akkor a fejlesztői csapat összeül, és elvégzik a kiértékelést. Mindezt a 3D Experience platform segítségével fogom bemutatni a következőben. Kezdjük az együttműködéssel, tehát a projektmenedzser kiír egy feladatot a szimulációs mérnöknek, hogy készítsen el egy olyan alapszimulációt, amit a későbbiekben föl tudnak használni a tervezőmérnökök a validációs iterációknál. Hozzárendel engem a feladathoz, mint szimulációs mérnököt, és hozzárendeli még az összeállítását a hajtóműnek. Ezt követően a szimulációs mérnök meg tudja nyitni a átnézésre az alkatrészt, összeállítást, és el tudja kezdeni vele a munkát. Tehát a következő lépés az, hogy egy olyan stabil alapszimulációt hozzon létre a szimulációs mérnök, ami a tervezői módosítások hatására le tud futni.
Látható, hogy a megfelelő szerkezetanalízis applikáció benyílik, egy asszisztens panel segíti a munkát, amiben ki vannak gyűjtve azok a építőelemek, amik a szimulációs modell építéséhez szükségesek. Kiválasztja a szimulációs mérnök azokat az alkatrészeket, amik szilárdsági szempontból fontosak, ami nem fontos, az nem kerül bele a véges elemes modellbe. Ha megvannak az alkatrészek, akkor az anyagtulajdonságokat automatikusan hozzárendeli a szoftver, nem kell külön beállítani. Következő lépésben az alkatrészek közötti kapcsolatokat kell beállítani. Automatikusan megfeleltetjük az egymással szemben néző felületeket egy ragasztott kötésnek, és a csavarkötéseket egy numerikus csavarkötés reprezentációval helyettesítjük, előfeszített csavarkötéseket rakunk a modellbe. Az alaksajátosságok alapján automatikusan meg lehet találni a csavarozási pontokat, tehát néhány kattintással elérhető, hogy az összes virtuális csavarunk fölkerüljön a véges elemes modellbe a megfelelő előfeszítő erőkkel. Hogyha a csavarkötéseket kiválasztottuk, utána a következő lépés az az lesz, hogy a megfelelő megfogásokat, kényszereket kell rátenni a szimulációs modellünkre. Ezek az alaplemezen található furatok lesznek, itt fogjuk meg fixen a hajtóművünket. Ez nem fog változni a termék módosításai hatására. A következő lépés az az, hogy feltesszük a csapágyazási pontokra a csapágyterheléseket. Tehát olyan erőket írunk elő, amik a fogaskerék kapcsolatokból a csapágyakon keresztül a hajtómű házra fognak átmenni. A megfelelő felületeket kiválasztva egy nem lineáris eloszlású csapágyerő kerül felvételre, itt a négy csapágy helyén. Mivel különbözőek ezek a csapágyerők, ezért szükséges, hogy külön-külön fölvegyük ezeket. Ki tudjuk választani a modelltérben a megfelelő felületeket, és utána a megfelelő mértékegységgel, megfelelő irányultsággal be tudjuk írni az erő értékét, ami megoszló terhelésként fog ezeken a felületeken érvénybe lépni. Hogyha az erődefinícióval megvagyunk, akkor készen is van a szimulációs modellünk. Már csak azt kell beállítanunk, hogy hol fusson a szimuláció, előtérben vagy háttérben fusson, most az előtérben fogunk futtatni. Valamint azt kell kiválasztanunk, hogy saját gépen vagy a cloudban, felhőben számítassuk ki az eredményeket. Van lehetőség arra, hogy a Dassault System felhőjében végezzük a szimulációs futtatásokat, ezáltal sokkal gyorsabban tudunk eredményhez jutni, mint hogyha a saját lokális számítógépeinket használnánk. A szimuláció az bizonyos idő után lefut, és ha ezt megvártuk, akkor utána ki tudjuk értékelni az eredményeket. Itt most egyenértékű fomíze szerinti feszültséget láthatunk, és azt lehet látni, hogy 67 megapászkál a maximális feszültség, tehát van még tartalék ebben a hajtóműben, ezért a szimulációs mérnök most rögtön vissza is tud jelezni a projektvezetőnek, valamint a tervező mérnöknek, hogy van lehetőség arra, hogy módosítsanak a modellen, mert van még benne tartalék. Következő lépés az, hogy ezt a tartalékot szeretné kihasználni a tervezőmérnök, és módosítást hajt végre a geometrián. Újra belép a felületére, és látja, hogy a projekt menedzser már ki is osztotta neki a konstrukciós változtatást, mint feladat. A falvastagságot kell csökkenteni a felső házon 1 mm-rel a tervezőnek.
ehhez a megfelelő alkalmazásban megnyitja a háromdimenziós modellt, majd pedig a felső házon elvégzi azt a módosítást, ami ahhoz szükséges, hogy a 7 mm-es falvastagságot 6 mm-re csökkentse. Biztos még rám ér erre a falvastagságra, hogy valóban 6 mm-re változott a modellben, majd amikor ezt konstatálta, akkor elmenti ezt a modellt, itt pedig oly módon fogja ezt elmenteni, hogy a revízióját ennek a modellnek megnöveli. Nem csak a felsőháznak a revíziója fog ezzel változni, hanem a teljes összeállításnak, a teljes hajtómű összeállításnak a revíziója is, valamint a felsőháznak a revízióját is módosította A-ról B-re. Amint ezzel megvan, a módosítással, szintén a tervező mérnök elvégzi ezeknek a módosításoknak a validálását. Tehát azt fogja csinálni, hogy megkeresi az előző szimulációs mérnök által készített véges elemes szimulációs modellt, megnyitja a megfelelő alkalmazásban, hogy tudja kezelni a revíziókat, és a véges elemes analízis modellnek egy új revíziót ad, a véges elemes analízis modell B1-es revízióra fog változni. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy elkülönüljön egymástól a két véges elemes analízis modell, aminek a összeállítása szintén a B1-es revíziót fogja tartalmazni. Annyi volt az összes dolga a tervezőmérnöknek, hogy frissítette a revíziót, ami a szimulációs modellben van, majd a saját gépén lefuttatja ezt a szimulációt. Természetesen a háttérben a megoldó az újrahálózza a kicserélt alkatrészt, és a szimuláció, amint lefutott, utána maga a tervező mérnök képes lesz arra, hogy ellenőrizze az eredményeket. Ránéz, hogy megfelel az elvárásainak, és megnézi, hogy milyen fómize szerinti feszültségek ébrednek. Látható, hogy megnövekedett a feszültség, most már 142 megapászkál lett a maximális feszültség, a revíziót elmenti, a B1 revíziót, és ezáltal a rendszerben két külön revízión, két külön eredmény tárolódik. Az utolsó lépés pedig a kiértékelés, amikor közösen összeül a fejlesztői csapat, és akár térben egyébként távol is lehetnek, egy felületen, egy online felületen elvégzik a kiértékelést, kigyűjtik a különböző eredményeket egy ilyen review applikációban, egymás mellé lehet tenni a két különböző szimulációs eredményeket, és egy online felületen böngészőből lehet ellenőrizni, hogy a különböző változtatásoknak milyen szilárdsági hatása van. Ilyen drag and drop módszerrel bedobjuk a különböző változatokat, és utána, amint megjelennek az eredmények, akkor össze tudjuk őket hasonlítani. Ki tudjuk választani a fomízes szerinti feszültséget, jelenítjük-e meg. Meg tudjuk jeleníteni a maximális feszültségű zónákat. Különböző alkatrészeknek a megjelenítését tudjuk befolyásolni. Tehát bele tudunk nézni az alkatrészeknek a belsejébe is, és ellenőrizni tudjuk, hogy milyenek a feszültségek. Tehát ezáltal a prezentáció a fejlesztői csapaton belül feleslegessé válik. Mindenki hozzáfér ezekhez az információkhoz, nem kell hozzá külön e-mailben kérni, hogy küldjék át a prezentációt, vagy hol van a prezentációnak a lokációja a fájrendszerben, hanem egyszerűen az online adatbázisban ezeket elő lehet hívni, és meg lehet tekinteni. Még egyszer összefoglalva az első részét ennek a webinárnak, a szimulációval kézben tudjuk tartani
a szilárdsági tulajdonságait a termékünknek, és utána pedig a csapaton belül a megfelelően alkalmazott szimuláció, a szimuláció demokratizálása biztosítani tudja azt, hogy a fejlesztésünk sikeres legyen, ne fussunk ki a rendelkezésre álló időből azért, mert már a valós teszten derül ki az, hogy nem megfelel a termék, vagy pedig azért, mert a végellenőrzés során jutunk arra a felismerésre, hogy vissza kell mennünk a fejlesztési folyamatban. Ezt tudjuk mi biztosítani a 3D Experience platform segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet!